Vegyek neked valami olvasnivalót? Mit hozzak, aranyom? Csak Pacheco kell. Felhívtad? Beszéltél vele? Nem ő vette fel, üzenetet hagytam neki. Remélem, hogy meglátogat. Hiányzik az ölelése. Biztosan meglátogat, ha megkapja az üzenetet. Miért velem történik ez? Miért utálom magam? Kívül belül egyaránt. Ez nagyon súlyos probléma, Barbarita. De majd mi segítünk, hogy megoldhast. Komolyan mondom, mi magunk sem értjük, hogy... Miért nem fogod fel, hogy kedves és szép vagy, csillagom? Kiskoromban felnéztem Milagrosra. Olyan csinos volt. Értelmes, társasági ember. Tele önbizalommal. Annak ellenére, amiken keresztül ment. Még a jéghátán is megélt. Igen, tényleg. A jéghátán is megélt, ami neked kicsit nehezebb. Figyelj, szerintem jobb, ha most nem gondolsz ilyesmire, ne irigykedj a nővéredre, ugyan már? Nem irigykedem, hanem csodálom. Nem tanultam meg angolul. Két tárgyból nincs érettségém. Elkezdtem úszni, aztán abba hagytam. A zongora leckéket meg hagyjuk. Nincs bennem kitartás, anya. Nem tudom, mit akarok. Már minden mindegy. Nem tudtok segíteni. De hát miről beszélsz? Többre kell becsülnöd magad, Barbara. Gondolj magadra értékes emberként, kislányom. Csodálatos ember vagy, kicsim. Légy szíves, kérlek, gondolkodj, figyelj, gondolj arra, miben hasonlítasz a nővéredre. Szerintem sok mindenben. Selejt vagyok, anya. Nem. Nehéz elfogadnom. Semmire sem vagyok jó. Miket nem mondasz, az nem igaz, hogy semmire sem vagy jó. Hisz rengeteg mindent tudsz nyújtani. Te is boldogulhatsz, ugyanúgy, ahogy a nővéred, szívecském. Sikerülni fog. Benned is megvan, ami Milagrosban megvan, hidd el. Csak próbáld meg, Barbarita. Engedd el magad. Engedd el magad, szívem. Mutassátok az arcotokat. Nektek ez a bátorság? Pofa benne, jázd itt a grállomagot! Fogd be, vagy nagyon megelegeted, érted? Ugyanez vonatkozik a feleségedre is, világos? Na, itt maradsz és tartod a szád, kapsz még valami! Helyes! Na. Ez mi? Nesze, tedd el! Vigyázok rá! Ha szórakozol, bekeményítünk, világos? Ez csak figyelmeztetés volt! Na, ugorjunk el sörért, gyertek! Mi az, kislányom? Miért nem jön Pacheco, anya? Mindjárt ide ér, csillagom. Nézd meg, hány óra. Még nem is telefonált. Hívd fel újból, anya. Már kétszer hagytam üzenetet a számára, úgyhogy nincs értelme zaklatni. Biztos tudja, mi történt, csak nem akar látni. Persze. A volt feleségével van. Barbari, igen, szabad. Szia. Hello. Agire. Köszönöm. Nem nagy csokor. De nagyon szép. Igen? Hogy vagy? Jobban. Örülök. És te hogy vagy? Adhatok itt puszit? Akkor jó. Indultam, amint hallottam a hírt, hogy mi történt. Nem akarsz járni egyet? Itt maradok addig. Menj, csak nyugodtan. Nem. Szívesen maradok. Nem. Nem? Nem hagyom egyedül Barbarát, inkább itt maradok. Rendben, persze. Így nem történhet semmi rossz. Az biztos. Becsukom az ajtót. Édni,
Az ember néha nehéz időszakon megy keresztül, de ez nem baj. Fiatal vagy, és még előtted az egész élet. He? Ne idegeskedj! Meggyógyulsz, hidd el! De leginkább azt sajnálom, hogy ezentúl nem láthatlak. És hogy ezentúl nem lesznek közös pillanataink. És semmit sem élhetünk át együtt. Francesco! Légy szíves, Francesco! Mondd meg, hol vagy, könyörgök, mondd, hogy nem mentél el örökre! Láttam, hogy eltűntek a ruháid, és nincs itt a laptopod! Ugye ez a levél csak tréfa? Könyörgök, Francesco, mondd, hogy visszajössz! Francesco, kérlek! Mondd, hogy vissza fogsz jönni, mondd már! Mihez kezdjek most nélküled? Mondj már valamit, Francesco! Gino! Gino! Pászkolin! Elég! Juan Manuel, ne haragudj, álmodtam valamit! Mit? Mennyi az idő? Késő van, ünnepség lefújva. Hallottad, mi van Barbarával? Mi? Kórházban van. Ne! Újabb roham. Jaj, és mit csináljak ezzel a sok cuccal? Jól néz ki. Mondhatok egy titkot? Yes. Kizárólag a tej király termékeiből sütöttem. Botrány. Neki látunk? Na? Hát persze, rajta. Is. Hoztál nyírokat? Jaj, köszönöm, olyan tündi-bündi vagy, Juan Manuel. Nem is tudom, mit mondjak, olyan édes vagy. Jaj. Mindenkinek hiányzol otthon. Igen? Nagyon. Köszönöm. Vág fel, vág fel. Kérdezek valamit. De az igazat válaszold. Jó. Csak is az igazat. Jó. A lányom, kérdezz rólam. Hiányzom neki? Együnk. Igen? Sziasztok! Á, Gizsó! Bejöhetek? De, persze. Szia! Jöttem, amint megtudtam. Hogy vagy? Jobban. Váz, nyugodtan járhatsz egyet. Nem, inkább maradok Barbara mellett. Nem probléma. Örülök, hogy bejöttél hozzám. Persze, hogy bejöttem. Bocsánat. Halló! Halló, Pacheco! Nem. Nem Pacheco, hanem én. Pacheco felesége. Miért hívsz? Csak hogy tud, Niki és én már kibékültünk, úgyhogy...
Úgyhogy ne járd Niki nyakára, mert nem érdekled, megunt téged, világos angyalom. Jelenleg egy igazi nővel él, és értékeli a különbséget. Nem hiszek neked. Tőle akarom hallani. Ócska kis hazudozó vagy. Add ide a telefon, Barbara, légy szíves. Add ide Pacsékót. Nem akar beszélni veled, és nem megy be hozzád. Nem, hazugság. Hazugság. Elvesztettem, anya. Anya, örökre elvesztettem. Hiányoztál. Úgy látszik, érzed a Máté illatát. Jaj, szívecském, a lányom nincs jól. Olyan szomorú szegény, rossz nézni. Gyere ide. Vedd le. Most szépen megnyugszol. Tedd le magad. Kész, Mátét? Nem, drágám, igazából csak azért jöttem, hogy lezuhanyozzak. Nem akarom egyedül hagyni Barbarita. Barbarita rendbe jön, mert ilyen anyja van. Én pedig készítek neked szendvicset, és hozok Mátét, teszek bele cukrot is. Nem kérek semmit. Váz, enned kell valamit, komolyan. Most semmi sem menne le a torkomon, hidd el, szegény kislányom nagyon szenved a szerelemtől. Megszakad a szívem miatta. A gyerekek már csak ilyenek. Megszületnek, és rögtön minden megváltozik. Abban a pillanatban gyökerestül más lesz. És a legemésztőbb bánat a gyerekeken keresztül ér minket. A legnagyobb boldogság szintén velük kapcsolatos. De olyan szép, ha két ember szerelméből létrejön egy új lény. Igen. Nem igaz? Szerintem jó lenne, ha a mi szerelmünkből is gyerek születne, Páz. Jaj, drágám. Komolyan. Nem jó az időzítés. Tudom, hogy más fontosabb. De legyen gyerekünk, Páz.